A térdizületi gyulladás egy gyakori állapot, amely világszerte emberek millióit érinti. Kialakulásában szerepe van a megnőtt testsúlynak, sőt a diabétesznek is. Mivel ezek folyamatosan egyre több embert érintenek, nem csoda, a térdizülettel is egyre több embernek van baja. Ma azt nézzük meg, hogyan lehet rendbehozni ezt az állapotot gyógyszer műtét nélkül. A mai műsor támogatója az Ormos Intézet, egy kiválóan felszerelt magánklinika Budapesten. Előrhetőségük a videó alatti leírásban megtalálható. Kezdjük azzal, hogy megismerkedünk a térdizület anatómiájával, tehát azzal, hogy miképp épül fel a térdizület. A térdizület a test legnagyobb izülete, és három csontból áll a combcsontból, a sípcsontból, és a tért kalácsból. Ezeknek a csontoknak az izületben lévő felületeit sima, csúszós bevonat, az izületi porc borítja. A porc párnaként egyfajta lengés csillapítóként működik a csontok között, segít elnyelni a végtagot érő ütéseket, mozgás például lépés közben. A térdizületet szalagok, inak, és izmok veszik körül, amelyek stabilitást biztosítanak, és lehetővé teszik a mozgását az izületnek. A térdizületi gyulladásnak három fő típusa van. Az első az osteoartritis, ez a leggyakoribb típus, amelyet az izületek idővel történő elhasználódása okoz, és jellemzően az idősebb felnőtteket érinti. Ahogy a porc kopik, a csontok egyszer csak, egymáshoz törzsölődhetnek, fájdalmat és gyulladást okozva. Az oszta artritiszt az elhízás, az izületi sérülések és a térdízület túlterhelése is okozhatja, illetve elősegítheti. A következő a reumatoid artritis, ez egy autoimmun betegség, amelynek következtében a szervezet megtámadja az ízület szöveteit, ami gyulladáshoz és a porcok és más struktúrák károsodásához vezet a térdizületben, de egyébként más izületekben is. És van a posztraumás, ez a sérülés utáni izületi gyulladás. Ez a típusú izületi gyulladás térdsérülés, például törés vagy szalagszakadás után alakulhat ki. Hát ez a három közül a legritkább. A sérülés károsíthatja a porcot is, és izületi gyulladáshoz vezethet az érintett térdben. Na most, a mai videóban a három gyulladás közül a leggyakrabban előforduló Oszteoartritis-t beszéljük meg. A térd osteoartritisze egy degeneratív ízületi betegség, amely a térdizületben a porcot és az alatta lévő csontot érinti, fájdalmat, merevséget és mozgás korlátozottságot okoz. Leggyakrabban idősebb felnőtteknél fordul elő, ugye, ahol a kopás évek alatt előre halad. Na de mit is jelent az, hogy degeneratív. Az osztra összefüggésben a degeneratív kifejezés az izületi struktúrák fokozatos lebomlását és funkcióvesztését jelenti, beleértve a porcokat, a csontokat és az izületet alkotó egyéb szöveteket. Ez kopás kopássérülés vagy egyéb olyan tényező következtében, amelyek idővel az izületet károsítják. Most az egyéb tényezők között első helyen áll a diabétesz egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy összefüggés van az osztreoartritis és a cukorbetegség között. Számos tanulmány számolt már be arról, hogy cukorbetegeknél magasabb az osztreoartritis előfordulása. Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy a cukorbetegség az izületi szövetek anyagcseréjének megváltozásához vezet, beleértve a porcokat, a csontokat és az izületi folyadékot. Az anyagcsere változások Hozzájárulnak az izületi szövetek lassú lebomlásához. Egy másik mechanizmus a gyulladás. A gyulladásos mediátorok, tehát anyagok, például citokinek és kemokinek, elősegítik a porcok és más izületi szövetek bomlását. Az oszteoartitiszhez kapcsolódó degeneratív elváltozások számos különböző folyamatot foglalhatnak magukba, beleértve a porcvesztést, a csont kinövéseket és az izületi gyulladást, valamint az izület alakjában és elrendezkedésében bekövetkező változásokat. Idővel ezek a változások az izületi funkciók fokozatos elvesztéséhez, fájdalomhoz, mozgáskorlátozottsághoz vezethetnek. Tehát megint van egy újabb ok, ami a hozzáadott cukrot ki kell kapcsolni az étrendből, lehetőség szerint teljesen. Ugyanígy a gyári gyártású élelmiszereket is, mivel azokban nem csak rejtett cukor van, de más ártalmas anyagok is. Sejtszinten a degeneratív elváltozásokat molekuláris és biokémiai folyamatok összetett kölcsönhatása jellemzi, beleértve a megváltozott génexpressziót, a gyulladásos citokin termelést és az oxidatív stresszt. Ezek a folyamatok hozzájárulnak a porcok és más ízületi szövetek károsodásához, lebomlásához, ami aztán ugye az osztreoartritis jellegzetes tüneteihez vezet. Mit lehet látni a térdizület anatómiájában osztreoartritis esetén, azaz milyen formai elváltozások jelennek meg? A csontok végét borító izületi porc kopni kezd, érdessé válik, elvékonyodik, súlyos esetekben pedig teljesen elhasználódik, eltűnik, és így az alatta lévő csont szabaddá válik. Ez súlyos fájdalmat, gyulladást és az izületi struktúrák, a szalagok, inakizma, károsodását is okozhatja. A mozgás jelentős korlátozottsága mellett. A térd artritis tünetei az kép képlapján nem meglepőek. Fájdalom, ugye a térd a leggyakoribb tünete ez. Lehet tompa vagy éles, stádiumtól függően is. A fájdalom fokozódhat tevékenység közben vagy hosszabb ülés után. Az állapot merevséget okozhat az izületben, a beteg nem tudja a tér teljes hajlítását végrehajtani, vagy épp a tér kiegyenesítését. A gyulladás duzzanatot, melegséget, Érzékenységet okozhat az érintett területen. Tehát a gyulladás klasszikus jeleit mutatja a térd. Korlátozott mozgást tapasztalunk. A térd mozgása egyre nehezebbé válik, és ez súlyosan befolyásolja a beteg napi tevékenységét. Na most a következő módon kell megérteni ezt a betegséget. Ez egy krónikus, tehát hosszantartó, progresszív, azaz előre haladó betegség, ami folyamatosan romlik. Tehát korai beavatkozásra van szükség, hogy a folyamat lassítható legyen, de teljesen nem tudjuk megszüntetni. Gondolj rá ezen a módon, ugye nem várjuk meg, hogy valaki szívrohamot vagy agyvérzést kapjon, mielőtt elkezdjük kezelni a magas vérnyomását. Ha magas a vérnyomás, ugye akár vannak tületek, akár nincsenek, azt kezelni kell, mert ha nem, a szívrohamhoz, a sztrókhoz, egyéb problémákhoz fog vezetni, ugye? Az osztearthritisre is ugyanúgy igaz ez, azzal a különbséggel, hogy míg infartusban meghalhat valaki, osztearthritisben csak megnyomorodik a végén. A lényeg, ha nem kezeljük, biztos, hogy rosszabb lesz. A térd osztearthritis diagnosztizálása általában fizikális vizsgálatot ö, igényel. Ugye megnézze az orvos a történetet vannak képalkotó vizsgálatok, a fizikális vizsgálat során az orvos megkeresi a gyulladás jeleit, a duzzanatot, az érzékenységet, a tesztelő a tér mozgástartományát. A képalkotó vizsgálatok pedig segítenek a diagnózis megerősítésében és a károsodás mértékének a felmérésében. A felvételek kimutatják a porcvesztést és a csontok elváltozásait. Aztán léteznek ugye MRI és CT vizsgálatok, ezek részletes képet nyújthatnak a térdizületről, hogy mi hogy helyezkedik ott el. Na most milyen terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre, mi a gyógymód? Ugye a kezelés elsőleges célja a fájdalom csökkentése, az izületek működésének a javítása, és hát a további károsodás megelőzése. Ugye itt vannak életmódbeli változtatások, például fogyás, aktívan tartás, ne üljön a beteg, térdizületet tovább károsító tevékenységek elkerülése fontos, Az csökkenteti a fájdalmat, javítja a mozgást. Fizikoterápia segít a térdizület körüli izmok megerősítésében, javíthatja a mozgástartományt, csökkenti a fájdalmat és a merevséget. Az úgynevezett nem-szteroid gyulladásgátlók, régóta és gyakran használt gyógyszerek, ennek mind a Voltaren, Ibuprofen, stb. Mindenki biztos szeret már ilyesmit valamire. Bár ezek rövid távon hatékonyan csökkentik a fájdalmat és a gyulladást, de gyomorpanaszokat és egyéb mellékhatásokat okozhatnak, különösen hosszú távú használat esetén. Szintén régóta alkalmaznak térdízületbe adott hialuronsav, vagy kortikoszteroid injekciókat. Ugye a hialuronsav injekciók segítenek úgymond kenni az izületet, tehát mint egy ilyen kenőanyag a motorba, ugye? Csökkentik a fájdalmat, de ezek nagyon drágák, és egy adag, egy adag, nem elég belőlük. A kortikoszteroid injekciók viszonylag gyorsan enyhítetik a fájdalmat és a gyulladást, de a hatásuk rövid ideig tart. És az ismételt injekciók az izület további károsodását okozzák hosszú távon, még akkor is, ha korszerűbb szteroidról van szó, melynek mondjuk nincs egész testre terjedő szisztémás hatása. Ennek az az oka, hogy a kortikoszteroidok nem csak a gyulladásos folyamat fájdalmat gyulladást okozó részére hatnak, hanem a regenerációt is visszaszorítják, tehát a szöveti regenerációt. A regeneráció ebben az esetben ugye hát egy gyógyulási folyamat maga, amelyel a szervezet próbálja helyrehozni a károsodást a legsúlyosabb esetben műtétre lehet szükség. Ez pedig ugye a teljes tért protézis, és ennél nincs tovább. Ha ez nem jön be, akkor nincs mit tenni. A műtét magában foglalja a térdizület eltávolítását és mesterséges alkatrészekkel való helyettesítését, például fémötvözet vagy kerámia alkatrészekről lehet szó. Ez jelentős fájdalomcsillapítást jelent és javítja az izületi működést, de ez egy nagyon komoly műtét, igen hosszú felépülési idővel. Nem hiába az a cél, hogy ameddig csak lehet, ez a műtét elkerülhető legyen. De hogyan kerülhető el? A non-szteroid gyulladásgátlók csak átmeneti fájdalomcsillapítást adnak, a térdbe adott szteroid injekciók hosszú távon rontják az alapbetegséget. Itt jön a képbe egy zseniális módszer, mely nem műtét, és nem is gyógyszer, mert a testünk saját gyógyító erejét használja fel. Tiger Woods, Rafael Nadal, Cristiano Rolando, Lionel Messi. Mi a közös ezekben a világklasszi sportolókban? Hát amikor megsérültek, mindannyian ezt a kezelést kapták, trombocitában gazdag plazmaterápia, azaz PRP, az angol nyelvű elnevezés kezdőbetű alapján. Az eljárás az orvostudomány egy új ágához tartozik, az úgynevezett regeneratív orvosláshoz. Emlékezzünk csak, az elején elmondtam, mi a degeneráció, mi a szövetek lassú károsodása tönkre menetele, a regeneráció pedig ennek a visszafordítása. A regeneratív medicinában olyan terápiák és technikák tartoznak bele, amelyek serkentik a szervezet természetes gyógyulási folyamatait a beteg szövetek és szervek helyreállítására, regenerálására. A regeneratív gyógyászatban őssejteket, növekedési faktorokat, génterápiát és más technikákat alkalmaznak a szövetek helyreállítása érdekében. Ezek számos állapot kezelésére alkalmazhatók, beleértve szív- és érrendszeri betegségeket és mozgásszervi rendelenséget is, például az osteoartritist. Miért mondom, hogy ez a PRP kezelés, ez seműtét, se gyógyszer. Hát az eljárás abból áll valójában, hogy levesznek egy vérmintát a páciens véréből, és megfelelő készülékben feldolgozzák azt, eltávolítják a sejtes elemeket, és a fennmaradó plazmában összekoncentrálják az úgynevezett vérlemezkéket. Az eljárás néhány percbe telik, mire ez a koncentrátum elkészül. Ezután a kész anyagot a térdizületbe fecskendezik be, tehát még egyszer hangsúlyozom, ez minden esetben a beteg saját véréből frissen készülő koncentrátum. Ott a helyszínen készül el, amikor a beavatkozást elkezdik. De miért is jó a vérlemezke erre? Hát nem véralvadásnál van a vérlemezkére szükség? Hogy, hogy kerül a csizma az asztalra, ugye? A vérlemezkéknek valóban a közismert funkciója a véralvadásban van. De emellett számos más feladata is van a szervezetben ennek a vérlemezkének, a PRP terápia működésének megértéséhez fontos megérteni a vérlemezkék biológiáját és szerepüket a szervezet természetes gyógyulási folyamataiban. A vérlemezkék kicsi, karong alakú elemei a vérnek, amelyek a csontvelőben termelődnek. Nélkülözhetetlenek a véralvadáshoz, de fontos szerepet játszanak a szervezet sérülésekre és gyulladásokra adott válaszában is amikor a szövet megsérül, a vérlemezkék aktiválódnak, és különféle növekedési faktorokat, egyéb molekulákat szabadítanak fel, amelyek elősegítik a gyógyulást és a szövetek regenerálódását. A vérlemezkék által felszabaduló biológiai anyagok, növekedési faktorok serkentik az őssejtek kifejlődését, amelyek aztán különböző típusú szövetekké köztük porcá, csontá tudnak alakulni, ilyen módon helyrehozva a mikrosérüléseket az izületem belül. A PRP terápia előnyei tehát, ugye mivel a PRP terápia páciens saját vérét használja fel, alacsony a mellékhatások vagy szövődmények kockázata szemben a gyógyszeres vagy állati eredetű termékeket használó kezelésekkel. A PRP terápia minimális megterhelést okoz, hiszen valójában egy vérvétel továbbá, Járóbeteg kezelési lehetőség is, amelyet a beteg akár saját láván hazamehet. Rendkívül alacsony a fertőzések és szövődmények kockázata, melyek műtét esetén viszont az esetben veszélyt jelenthetnek. Igen fontos, hogy hosszú időt adhat a betegnek, mielőtt esetleg műtétre lenne szükség. Ebben nagy előnye van bármi más kezelési móddal szemben. A PRP terápiának esetleges hátránya lehet, hogy nem fedezi az általános egészségbiztosítás. Ezért főleg magánintézményekben érhető el, például az Ormos intézetben elérhető ez a kezelés. A PRP terápia hatékonysága személyenként változhat, és nem biztos, hogy minden betegnél hatékony, vagy mindenki egyformára reagál rá, de az eddigi nemzetközi tapasztalatok alapján ígéretes eljárás a műtét elkerülésére. Köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát!